A következő kormány számára már jóváhagyott költségvetést szeretne hagyni Márcsél Csolákú, ezt a mai kormányülésen közölte a miniszterelnök. Már dolgozunk a 2025-ös költségvetésen, és prioritásként kezeljük a jövő évben finanszírozandó jelentős közberuházásokat, amelyeket a magas gazdasági és társadalmi hozzáadott értékük alapján választottunk ki. 235 projekt van, amelyek befejezéséhez 330 milliárd lejre van szükség. Ezeknek több mint fele a közlekedésügyi minisztériumhoz tartozik. Azt szeretném, hogy a következő kormány egy a parlament által jóváhagyott költségvetést vegyen át. Ugyanakkor a mandátumomat úgy akarom befejezni, hogy megszülesse Románia teljes jogú belépésének döntése a Schengeni övezetbe.